Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Azt hiszem, hogy minden jó érzésű embernek és minden kormányzatnak az a feladata, hogy Down-szindrómások számára, fogyatékkal élők számára érezhető, kézzelfogható segítséget nyújtson, és bővítse is azokat a különböző jutatásokat, ellátásokat, vagy pedig azokat a különböző alkalmakat, amikor segítséget tud a számukra nyújtani. Ön is említette az otthonápolás kérdését és a gyermekek otthongondozási díját. Önök a tavalyi év végén és a idei évnek a legelején azt próbálták súlykolni mindenki számára, hogy az otthonápolási díj igaz, hogy megemelkedett, ezt ugye önök nem támogatták akkor, erre még visszatérek a későbbiekben, igaz, hogy megemelkedett, de a megemelkedés mellett olyan feltételrendszer alakult ki, amely akár autisták, Down-szindrómások mások esetében nehézséget fog jelenteni, és csökkenni fog az ápolási díjra jogosultak száma, mindamellett, hogy elismerték, hogy a gyermek otthonozási díjával emelkedett a mértéke. Az élet önökre cáfolt, hiszen több ezer fővel emelkedett azoknak a száma, akik ápolási díjban részesültek. Azok a riogatások, tehát amelyeket önök korábban mondtak, hogy ez a szám érezhetően csökkenni fog, ez nem, hogy nem csökkent, hanem emelkedett, és az erre fordítható költségvetési kiadások is érezhető módon emelkedtek. Ráadásul, hogyha az önök időszakhoz összehasonlítom, még inkább az, amire 27 milliárd forintot fordítottunk tavaly ápolási díj kapcsán, idén már 45 milliárdot, jövőre pedig 55 milliárd forintot fordítunk. Pontosan azért, hogy akik nehéz helyzetben vannak, úgy nevelik a gyermeküket, úgy nem csak nevelik, hanem gondozzák is napról napra, ők nagyobb segítséget kapjanak. És hogy mondtam, itt két év alatt 27 milliárd forintról 55 milliárd forintra nő az az összeg, amit mi ápolási díjra tudunk fordítani a költségvetésből. Azt kifejezetten sajnáljuk, hogy amikor erről az ellenzék szavazhatott volna, december 12-én itt a parlament épületében, akár arról, hogy az ápolási díjat radikálisan megemeljük, amit előtt önök hónapokon keresztül egyébként követeltek, akár a nevelőszülők számára más esetben, ez egy másfajta szociális ellátás, de náluk is bővítsük például azt, hogy gyedre jogosultak legyenek. Ezeknél a szavazásoknál önök inkább sípoltak, dudáltak, szelfizgettek, és ezt nem támogatták itt a parlamentben, amikor erre lehetőség lett volna. Beszéltünk még képviselőasszony a fogyatékkal élők foglalkoztatásáról. Itt is élesen látható a különbség az önök kormányzásának időszak és a mi kormányzásunk időszaka kapcsán szemléletben és eredményességben egyaránt. Önök ezen a téren a segélyezésre helyezték a hangsúlyt, mi arra helyeztük a hangsúlyt, hogy segítsünk az embereknek olyan képességek megszerzésében, amely őket a munkaerőpiacra segítik, és utána segítsünk is nekik munkát vállalni. Így vannak különböző képzések, ahol gyakorlati úton sajátíthatják el a fogyatékkal élők is azokat a különböző tudásokat, képességeket, amelyek szükségesek a munkavégzéshez, és bevezettük a rehabilitációs kártyát, amivel a munkáltatókat is érdekelté tettük, nagyon nagy mértékű munkáltatói adókedvezménnyel, járulékkedvezménnyel, hogy rehabilitációs kártyával rendelkező embereket foglalkoztassanak, tehát megváltozott munkaképességet foglalkoztassanak. Így emelkedett az e téren való foglalkoztatottság szintje 18 ezerről 41 ezerre, képviselőasszony. Ez azért egy érezhető módosulás, és ez annak is köszönhető, hogy a szociális rendszert így átalakítottuk, meg annak is, hogy a gazdaság nem lejtmenetben, hanem felfelé ívelő szakaszban van. De kellett hozzá nem csak a gazdaság élénkítése, hanem a rehabilitációs kártyának a bevezetése, és az ehhez nyújtott plusz támogatás, hiszen itt adókedvezményről van szó, ami nyilván kieső költségvetési bevétel, de ezt most már a magyar költségvetés tudta állni. Éppen ezért tudott itt is szerencsésen 18 ezerről 41 ezerre nőni a foglalkoztatottságnak a szintje. Azok a kérdések, tehát amelyeket ön fölvet itt, akár fogyatékkal élők, akár Down-szindrómások esetében, nyilván fontos kérdések. Az ezeknek a szervezeteknek járó támogatásokat, amely autistákat, Down-szindrómásokat vagy másokat tömörít, ön is ismerheti a költségvetési törvénynek a számait, többszörösére növeltük azokat a támogatásokat, amelyeket különböző fogyatékkal élőket segítő szervezeteknek adunk. Ön is most már tudja, ismeri, hogyha valaki mondjuk jeltolmács szolgáltást igényel és bemegy egy kormányablakba, most már azt online megkaphatja, pontosan a Siketek Szövetségével együttműködésünk révén költségvetési forrás, pályázati támogatást nyújtva. Tehát az elmúlt években azokból a töbletekből, ami a költségvetésben szerencsésen keletkezett, a kormány gazdaságpolitikája nyomán, igyekeztünk
ezeknek a családoknak az életét is érezhetően javítani, és az intézkedéseinknek azért az elmúlt ciklusokban már az előbb említett pozitív hatásai meg is voltak. Bízunk benne, hogy még sokat tudunk ezeknek az embereknek is segíteni. Köszönöm szépen!